ez az adófizetők pénzének az ellopása, hiszen a kúria kimondta, hogy a TAO pénz az közpénz, az adófizetők pénze, amelyet elvileg élsportra, utánpótlás sportra kellene fordítani, de kiderült, hogy miért titkolják és titkolja a kormány ezeknek a pénzeknek a felhasználását. Látható, hogy nem arra célra költik el az adófizetők pénzét, mint amit mondtak. Ezt a rendszert vagy fel kell számolni, vagy teljesen átláthatóvá kell tenni, és akár kiegészíteni azzal, hogy lehessen a társasági nyereségadóból támogatást adni kultúrára, oktatásra, egészségügyre, mert nem csak, hogy nem a gyermekek nem jutnak hozzá ehhez a pénzhez, vagy ehhez a szolgáltatáshoz, amit megvalósítottak a TAO-s pénzből, hanem látható, hogy még nyerészkednek is belőle. Ennek büntetői következményeinek kell, hogy legyenek. Mennyire gyakori, hogy másra használják fel az ilyen pénzeket? Nem nagyon tudjuk megmondani, hogy pontosan mire használják fel ezeket a pénzeket, hiszen eltitkolták eddig. Ugye most született meg az a jogerős kúriai ítélet, amely alapján meg lehet ismerni majd, hogy az egész országban közel 330 milliárd forintot mire költöttek el az adófizetők pénzéből. Sajnos kell azzal a gyanúperrel élnem, hogy nem biztos, hogy a célnak megfelelően. Ha pedig ez így történt, akkor ez bűncselekmény.